Kedves közönségünk, nagy szeretettel mindenkit üdvözlök. Üdvözlök itt nálunk a Lechner Tudás Központban a Fehér Köpeny és Rajzasztal című beszélgetés sorozatnak a... Inkább most igaz, jó. Az ötödik estén, ahol Rimanóczi Jenő építéssel fogunk ma este beszélgetni. A szokásostól kicsikét eltérő lesz a tematika, akik esetleg már többször is voltak itt, azok tapasztalták, hogy elsősorban az 1945 utáni építészetről beszélgetünk, de ez a mai alkalom annyiban különleges, hogy mivel Jenő családja 150 évre visszamenőleg építész és Magyarország településképeit meghatározó építész, azt gondolom, hogy mindenképpen ejtünk majd róluk is egy néhány mondatot az egész Rimanóczi dinasztiáról, hogyha így megfelel. Úgyhogy akkor el is kezdjük, szerintem még megvárjuk esetleg, hogyha... Sziasztok, gyertek nyugodtan, inkább most. Azt elmondanám addig is előző, így mindenek előtt, hogy a 20. századi rimanóciakról kiraktam ide néhány meghatározó épületükről képet, ugye idősebb és ifjabb Gyulától és Jenő bácsitól, és a könyvtárnak az olvasó termében megy egy film kivetítőn, ahol pedig az egész Rimanóczi dinasztiának az épületeiből látható egy kis válogatás, majd a beszélgetés után ott, miközben lehet még egy kicsit majd pogácsázni, a közben meg lehet nézni az idősebb rimanóciak munkáit is. Tehát akkor nagyon sok szeretettel köszöntelek itt Jenő bácsi a Lechner Tudás Központban, és szerintem, mivel viszonylag kevesen tudnak erről, hogy a rimanóciak már a 19. században is meghatározó építészek voltak, egy néhány mondatot erről mondjál, hogy mit tudunk a Nagyváradon élt két rimanóciról. Hát úgy visszagondolva, és amit összeszedtem adatokat, lényegileg a Rimanóczi építész dinasztia az akkor kezdődött, amikor Rimanóczi Kálmán Nagyváradra ment. Előtte a családja, az és a Rimanóczi család az Dunántúlon, Kaposvár és Kapuvár környékén laktak. Az apja az a Eszterházi jószág kormányzója volt. A fia az beíratta kőműves segédnek, és kőműves segéd után különböző iskolákat végigjárva eljutott egészen Nagyváradig. Bocsánat, lehet hallani jól a szöveget? Nem kell kihangosítani? Jó. Rendben, köszönjük. Jó. És ennek következtében Nagyváradon, mint fiatal ember elkezdett dolgozni. Elsőnek ott kisebb munkákat végzett, és lassan hírnevet szerzett, elsősorban, mint kivitelező, és utána sorba jöttek neki a nagyobb munkák, úgyhogy mondjuk lényegileg, mire elérte a 45-50 évet, addig már egy dúsgazdag ember volt, hát tulajdonképpen mérhetetlen vagyonnal rendelkezett, és hát egy-két épületét úgy felsorolva, hát Nagyváradon kivitelezte a színházat, ő kivitelezte a neológ zsinagógát, ő tervezte, ott van egy bazártól kezdve, tulajdonképpen Nagyváradnak a ma 20. században látható eklektikus épületeinek nagy részét ő tervezte, illetve ott született neki szintén Kálmán néven a fia, aki tovább vitte az apai örökséget, és hát mondjuk olyan dolgok vannak, hogyha az ember kimegy Nagyváradba és a Szent László térre téved, akkor az egyik falat, azt mindig Rimanóczi tervezte, mert kezdődik a püspökségnek a palotájával, utána egy takar, azt a ifjabb
Kálmán csinálta, utána a takarékpénztár épülete, azt az apja csinálta, és utána pedig a városháza, amit megint az ifjabb Kálmán csinált. Ami mondjuk úgy érzem, hogy ismert, és utána a Kálmánok a korszakának a második felébe erősen szecessziós jellegű épületeket tervezett. Én meg kell mondani, hogy mérhetetlen sok épülete épült, és lényegileg ő neki épült például a debreceni takarékpénztárat is ő tervezte, ami ma már műemléknek számít. Akkor, ami viszont romokba hever, az Cirkvenicában mire már szállodát, ami akkor szakában az első között szerepelt, és mindezt mondjuk úgy csinálta, hogy 42 éves korában meghalt. Most mondjuk tulajdonképpen a két Rimanóczi megalapozta a vagyonát is, hogy egyet mondjak, a idősebb Kálmán többek között az egyik finanszírozója volt az Uránia Filmszínháznak. De ők még mind a ketten ugye az a generációja az építészeknek, akik nem egyetemen tanulták az építészetet, hanem építőmesterek hát voltak először. A fiatalabb az úgy tudom, hogy nem tudom így hirtelen fejből, Németországban mondjuk az felsőfokú végzettséget szerzett. Az apja az nem, az tulajdonképpen pontosan ismeretlen is, hogy végezte. Minden esetre a családnak mindkét tagja az dúsgazdag volt. Tulajdonképpen ez a gazdagság az akkor szűnt meg, amikor mondjuk a trianoni békében, mondjuk békeszerződésben Romániát elsatolták, de akkor ők már nem, akkor már inkább a ő leszármazottaik érezték meg, mert ők már mindketten meghaltak. És a másik fiú, ugye, na most Árpád? Itt volt utána a különös dolog, hogy míg a öregebb Kálmán, ugye így vonult át az országon, megismerkedett egy asszonnyal Budapesten, összehoztak egy gyereket, Árpád néven, az volt az én nagyapám tulajdonképpen, úgyhogy lényegileg a Nagyváradi Kálmánnak féltestvére volt a Árpád. Most tovább menve, hát lényegileg a Árpád, de ott valamiért kitagadták, pontosan nem lehet tudni, hogy az apja miért tagadta, de minden esetre a mi családi águnk, mondjuk a gazdagság az megszűnt, és függetlenül az Árpád az katonai tiszti pályára ment, tehát onnét annyira összevesztettek, hogy például Nagyváradon nem tudták, hogy az Árpád az a fia a Kálmánnak. Ezt én voltam az a rosszmájú ember, aki az adatok alapján ezt felfedeztettem, és ma már mondjuk ismert, sőt, ma már ismerjük a leszármazott Kálmánt is, mert ott az egyenesági Kálmánnak, azok mindegyik Kálmán, már nem tudom, a nyolcadiknál tartanak. De Árpád volt az első, aki itt a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult. Ő volt az első, aki Pesten végzett, elsősorban utána. Az nem bizonyított az igazság az, hogy az egyetemet végezte Budapesten. Egy, ami bizonyított, hogy Bécsbe végzett katonai főiskolát. Most az egészben az az érdekes, hogy ő tulajdonképpen pontosan ismeretlen, de nagyon sok katonai létesítményt tervezett. Igen, ha jól tudom, Ferkai András tanár úr éppen most tárja fel ezt, ennek igen, a ezt, történetét. András ezzel nagyon sokat összehozott belőle, úgyhogy
Nem, és értelemszerűen az Árpádnak, hogy hogy kerültek össze, nem tudom, a felesége lengyel volt, úgyhogy így már a család jól összejött, a magyar lengyel, és az Árpádnak a született három gyereke. Ugye az első az az apám volt, a Gyula, a második az a János. Furcsa módon mindketten Bécsbe születtek, mert éppen akkor kint volt ezen a továbbképzésen a Árpád. A harmadik gyereke az már Pesten született, a László. Na most a Gyula, mint ismeretes, apám az építész lett, a János az koncertmester volt, mondjuk megtalálható ma is, tehát az interneten megtalálható pontosan az adatot. Tehát jól, Amerikába ment ki, és tulajdonképpen ott érvényesült. De Gyula, akkor Gyula, idősebb Gyulával kapcsolatban ő már egyértelmű, hogy ő a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tehát apám az egyértelműen a Budapesti Műszaki Egyetemet végezte, már egyetemista korában is ilyen rokoni oldalakról ismerten már tervezett házakat, és őnál az volt a helyzet, hogy ő elkezdte, ugye hát ő eleve a tanárai, akik tanították, ugye az egyetemen akkor még az volt a szokás, hogy különböző stílusokban kellett a terveket megcsinálni. Tehát neki mondjuk, amit föllelhettünk, az mondjuk van olyan, hogy mondjuk barokkba tervezett valamit is. Vagy román stílusba. Lényeg az, hogy mondjuk amikor önállósította magát, egy-két villája az még mondjuk egy kicsit eklektizáló. De úgy tudom, ő dolgozott is Velder Gyulánál, ugye? Tehát ő Veldernél dolgozott egy évig. Amit ő mesélt, mondjuk annyit tudok, hogy ő azt mondta, hogy a Ciszter gimnáziumnak a dísztermét ő tervezte. De hát lényegileg utána ő nagyon hamar áttért, ugye, mert 1932-ben már modern épületeket tervezett, ami mondjuk kicsit eltért mondjuk a cirpakos társaságnak a tevékenységétől, tehát inkább az olaszos modern volt előbb a villáival. Hát Pasaréten most van, megmaradt két villája, az egyiket nagyon szépen rendbe szedték, a másikra sajnos ráépítettek hátul, úgyhogy mondjuk az csak előről néz ki úgy, de úgy érzem, hogy nem ő az egyetlen, hanem az egész modern háború előtti építészetből alig található, lelhető föl olyan villa, amit nem tettek tönkre. Különböző, és neki tulajdonképpen a templom hozta meg ugye a sikert, az országos sikert, a pasaréti templom. Igen, lényegileg mondjuk a sikert, ami tulajdonképpen egy botránnyal kezdődött, ugye, mert a pasaréti templomra három tervet csinált. Tulajdonképpen előbb kezdte ő el a tervezni, mint ahogy a városmajor, utána a városmajor előbb épült meg. Hát értelemszerűen se az egyházi vonal, se akkor mondjuk ugye a későbbiekben már nagy rablóknak nevezett társaság, a Velderéktől kezdve az egész társaság, aki még mondjuk historizáló stílusban tervezett, azok egyszerűen mindent elkövettek, hogy a modern betervező építészeket mondjuk ne jutassák munkához, és mondjuk különösen a templom tervezésnél mondjuk az kimondottan a barokk
hasonló épületeket tartották megfelelőnek. Úgyhogy azért volt aztán a Pasarét templomnál, hogy meg is jelent egy cikk ott a különböző újságban, hogy a szovjet stílusa a Pasaréti templom, amit mondjuk annyiba érthető ez mai szemmel, hogy aki mondjuk ismeri az építészet történetet, az tudja azt, hogy a Szovjetunióban kezdetben ott dolgozott a Corbusiertől fezve a félvilág, mert a kommunizmust azt hitték, hogy az egy modern korszak volt, mindaddig, amíg a szovjetek palotájának, aki nem írtak egy pályázatot, amit úgy emlékszem, egy Jefimov nevű építész nyert meg, és megnyerte a cukrás süteményen, akkor mondjuk a Corbusiertől kezdve az mindegyik mondjuk abba hagyta az ottani tevékenységét. Na, visszatérve apámra, hát mondjuk ilyen botrányok voltak a templom körül, függetlenül a papokkal nagyon jó, ugye, mert a ferencesek azért szerették a többé-kevésbé a puritánabb jellegű épületeket, úgyhogy ahogy hallottam, hogy le is állította az akkori hercegprímás az építkezést, de Stikába továbbfejlesztést csinálták. És akkor nagy nehezen sikerült, minimális áttervezéssel jóváhagyták a tervet. Ami tulajdonképpen, aki ismeri az épületet, apám eredetileg a Pasaréti templom felüli oldalon nem ilyen lemenő ablakokat tervezett, hanem csak körablakok voltak. Meg kell mondani, szerintem mai szemmel nézve jót tett az épületnek, úgyhogy... Tehát tulajdonképpen így indult el az ismertség a Pasaréti templomon keresztül, és akkor utána úgy sorba jöttek, akkor jött a postás nyugdíjas otthon, amit megnyert, amit aztán a Ferkai kiderített a Molnár Farkasékkal, hogy amikor annak a pályázata volt, akkor teljesen oda volt az egész Szirpakos társaság, hogy a kis rablók nyerték meg az összes díjakat, ugye, mert ugye ez volt a kis rabló társaság, ugye volt ott a Szirpakosok. Ahogy a Ferkai mondta, annak idején apám kiállításának a megnyitóján, hogy alapjába véve tényleg valami istentelen nagy távolságra voltak egymástól, nagyon nem is kedvelték egymást, ez mind a három értelemszerű. És legalábbis a Cirpakos és a Kisrabló Társaság így mai szemmel nézve jóformán alig különbözik egymástól. A Kisrabló Társaságnak a római, kicsit ilyen római orientáltságokat hívjuk, vagy kit? Kit hívunk kisrablóknak? Egy kicsit inkább a római jellegű. És hát mondjuk a mai szemmel, ha az ember végignézi a modern építészetet, szóval megdöbbentő, hogy például, ami mondjuk nem tartozott, úgy tudom, senkihez se, a Corbusiernek a fiatalkori villái nagyon szépek, úgyhogy nem az az egy, amit általában lehet látni, hanem mindegyik, és ahogy öregedett, ez már az én magánvéleményem, egyre rosszabb épületeket csinál. De, és mondjuk városrendezésben Párizs megmenekült az ő elképzeléseitől, mert különben mondjuk egy fél negyedet le... Hát, bár ma mondjuk ez szokásos, úgyhogy szerintem úgy lassan úgy azért minden fővárost mondjuk tönkretesznek. De hát ez mondjuk, ez csak egy mellék. És ahogy neki beindult az építészeti pályája, ti ugye akkor voltatok gyerekek, téma volt otthon az építészet? Nem, találkoztatok az igazság az, ugye, hogy mi egy ilyen tipikus polgári családban éltünk, amikor még az volt, hogy a hüzőnek a apának mondjuk tekintélye volna, hogy ha hazajött, akkor
rohanni kellett, azért, hogy ott legyen a leves, meg minden az asztalnál, nekünk ott kellett ülni, amikor ő belépett, tehát ilyen jellegű volt. Sőt, ahogy hallottam, mondjuk mielőtt születtünk, ő még a kézcsókot is be akarta vezetni, mert hát náluk még ugye az volt a divat az ő szüleinél. És miután anyám francia volt, ennek következtében szabadabb szellemben volt, és azt mondta, hogy a gyerekeit az arcon akarja csókolni, és neki ne csókolgassák a kezét. Úgyhogy lényegileg mondjuk ilyenek nem voltak, de tulajdonképpen mi, mint gyerekek, az ő háború előtti tevékenységéről mondjuk sokat nem tudtunk. Jó, mondjuk 44-ben én 11 éves voltam, de mondjuk abszolút nem foglalkoztunk mi semmiféle módon építészettel, és apánk se beszélt tulajdonképpen otthon az ő tevékenységéből. Az ember megtudta, hogy mondjuk már azért befutott építész, és hát tulajdonképpen neki az volt a borzalmas, amikor a háború után az irodája romokban volt, mert az ott volt az Attila utcában, pont a vár aljában. Úgyhogy ott kőkövön nem volt, ugye, mert hát lényegileg a várat, a ostrom alatt, az tényleg szétbombázták kegyetlenül. És ott arra emlékszem, mint gyerek, hogy elvitt az irodájába, és ott az ég egyat a világon minden a földön volt, palszoktól kezdve minden, és leöntve. Annak idején volt ilyen citrompótló folyadék, az ráöntve, tudnék a megszálló csapatok a környi vizet megitták, de a citromlevet kiöntötték. Úgyhogy... És ott láttam mondjuk saját szememmel, hogy egyszer az általa tervezett házaknak a pauszait így kézzel összefogta és kidobta az egészet. Tehát neki borzalmas nehéz volt, különösen, hogy máró hónapra megszűntek ugye a megbújzások, akkor volt egy 4 év vagy 5 év, ami nagyon nehéz volt. Így furcsa módon mi gyerekek ezt mondjuk valahogy nem érzékeltük. Mi mondjuk izével mondjuk játszottunk az erdőbe ekrozittal, meg hasonló dolgokkal, föl nem robbantunk eddig, de mondjuk ő ezt nagyon megsínlette. De ennek ellenére titeket mégis az építészpálya irányába terelt? Hát tulajdonképpen talán az, hogy mondjuk a háború előtt a tevékenységét nem láttuk, mert az nem otthon folyt, hanem az irodájában. Viszont a háború után otthon dolgozott. Tehát akkor kezdtük látni azt, hogy amikor leült a rajztáblára, és csodálatosan szépen rajzolt, szabad kézzel is, és fejes vonalzóval, izével, hatás ceruzával hallottam. Precízen, akkor láttuk meg lényegileg az ő tevékenységét. És mondjuk ugyan nem lett belőle semmi, de láttam, hogy például a zuglói bosnyák téri templom összes részletrajzát saját maga, azért Pauszon otthon rajzolta meg. Ő arra gondolt akkor, hogy ezt utána majd oda tudja adni a papoknak, és kap érte pénzt. Az igazság az, hogy akkor összeveszett az egész eklézsiával ott, mert egy vasas, mondták, hogy nincs egy vasuk se, hogy fizesse, ami érthető is volt, de hát őnek szeretett volna pénzt is keresni. De hát így elment tulajdonképpen 44-től egész 48 végéig, amikor az állami tervezés nagyjából megalakult, és akkor a Perényi hívta be, amit ő nehezen viselt el, hogy mondjuk egy, mondjuk a háború előtt építész úr volt,
Utána pedig azt nehezen viselt el, hogy lett Gyula bácsi. Tehát furcsa módon őt ez nagyon zavarta, de aztán megszokta értelemszerűen. Azért elég nagy munkákat kapott ebben a rendszerben is. Hát munkáit utána, amikor állami tervezésben volt, töménytelen nagy munkája volt neki, ugye, a Ganz villamosságnak, akkor a nyíregyházi dohányfermentáló, ami még mind-mind modernben a Ajka Csingervölgyi bányásziskola, ahogy néztem az interneten, ma is megvan, más név alatt még létezik. És töménytelen egyéb bányászfürdőt, meg egyebet, és ez még mind a szociál előtti időszaka volt tevékenységének, amikor utána bejött a szociál, és meg kell mondani, ő azt is komolyan vett. Tehát ő abból próbált valamit csinálni, szemben mondjuk nagyon a kollégáinak egy része, aki tudott, az elvonult, hogy ne kelljen terveznie, ez mondjuk a Fischertől a Gábor Bubuig, meg ezek úgy eltűntek a egyetemen, meg egyéb helyeken, és ő viszont próbált, és tulajdonképpen akkor fordult az északi építészet felé, és ami nagyon sok fotó is volt akkor otthon, Asplundnak az építészetét nagyon tanulmányozta, ami mondjuk a szociál építészetén azért lehet látni, hogy ez valahol onnan származott. A másik, hogy volt, ugye? Köztibe sorozták be a háború után. Hát az igazság az, hogy mármint, hogy őt... Ő a köztibe került a... Ő a köztibe, hát ez persze ennél komplikáltabb volt, mert megalakult az állami tervezés Éti néven. Utána alakult egy Iti, abba is dolgozott, utána már nem tudom micsoda, és utána lett a közti. Tehát ez lezajlott, azt hiszem, 3 év alatt, vagy 4 év alatt. Csak úgy tudom, a köztiben dolgoztak a dániások elsősorban, ugye ott dolgoztak, igen, hát illetve az ő később lett aztán műteremvezetés, akkor a Kleinezer, a Vazoli, akik visszajöttek, ugye, mert a Kleinezer diszidálta tulajdonképpen, aztán visszajött, furcsa módon azt mondta, hogy azért jött vissza, mert a gyerekét csúfolták a svédek, mert az nem egy szőkehajú volt, hanem egy barnahajú gyerek volt, aztán állandóan csúkolt, úgyhogy nem bírt, úgyhogy azért jött vissza. Na, mindegy, szóval lényegileg apám így aztán a szociálban, amit csinált, az én véleményem az, hogy az ugyanolyan minőség, mint amit előtte modernbe csinált. Furcsa módon, amikor a szociál megcsinált, és akkor még csinált egy-két modern épületet, de azok már nem épültek meg, a Pannonia úti lakótelepön csinált egy nagy épületet. Furcsa módon, amikor újból modernbe kezdett tervezni, akkor nem a saját építészetet volt maga előtt, hogy azt folytatja a modernet, ahol abba hagyta, hanem Corbusier. Tehát a Pannoni úti lakótelepe villáival, meg egyébekkel, az már inkább egy Corbusier-s ház volt. Ez már az a korszak, amikor ti is elkezdtetek. Hát ekkor, hát lényegileg utána meg is halt. Na most mi nálunk meg az volt ugye a helyzet, hogy hát ugye a háború után előbb a ciszterekhez jártunk, az mondjuk két szóval elmondva, mondjuk az én indexem az egy külön történelem, azt megtartom, mert az jó, mert én ugye 4 évet jártam a ciszereknél,
Utána az ötödik évben az iskolát elnevezték Szent Imre gimnázium, állami Szent Imre gimnáziumnak, mi azt Áll Szent Imrének hívtuk. Utána lett állami fiú gimnázium, és utána lett József Attila. És közben ugye jegyeket is változtatták, mert volt ugye, hogy 4 osztályzat volt, amíg a papok tanították, utána kitalálták az 5 osztályzatot, akkor volt egy ideig 7 osztályzat. Úgyhogy lényegileg mondjuk az egész akkori történelem egy ilyen indexen, nem csak az enyém, hanem bárkinél meg lehet nézni. Szóval... És erre az időre tehető, amikor beiratott titeket édesapád dolgozni, ugye alakult ez? Ez tulajdonképpen én az izében már a cisztereknél nem is, vagyis az izében, a József Attilában nem jártam, mert az utolsó 2 év volt, hanem akkor, hát nem voltunk jó tanulók, az is igaz, és akkor apám közölte, hogy ezzel a bizonyítvánnyal a büdös életre mi egyetemre nem kerülünk, ezzel a névelés bizonyítvánnyal, és akkor előbb berakta a bátyámat, azt hiszem, a köztibe rakta be. Nem, a iparterbe rakta be, mert ő volt a köztisztviselő, oda nem akarta rakni. Utána, 2 hónap után azt mondta, ha a bátyát tud rajzolni, akkor biztosan tudsz te is, és engem meg berakott a középtervbe. Mindezt még egyetem előtt tehát? Ez egyetem előtt volt, tehát mi lényegileg magánúton végeztük a középiskola 2 osztályát, és aztán a Jenő az még ráadásul akkor ugye megszerette, ugye, hát mint darabéres rajzoló, abban az időben mondjuk többet kerestünk, mint egy tervező. Hát ennek ugye az lett a következménye, hogy a Jenő járta az éjszakai, hogy lehet, azt mondjuk ott pipacs bárba, ott volt minden este. Utána ez nem... Egy idő után, persze meg kell mondani, ez azért történhetett, mert ugye apámék is, mondjuk nem csak ő, hanem a többi hasonló sorsú építész, ilyen jó magyar virtus, azt csinálják, ha elveszett majdnem vissza minden, akkor vesszen el minden, ugye, és akkor ők is járták a különböző lokálokat, úgyhogy így könnyű volt a fiúknak is mondjuk így eljutni. Akkor nem 2, hanem 3 évig maradtam a középtervben, mert hát ilyen 5 elbuktatták érettségén, aztán még egy évet rádolgozott, és meg kell mondani, a szakmát viszont ott szerettem meg. Az első évet nagyon nehezen bírtam, mert annak idején még az volt a szokás, hogy a engedélyezés terveket ki kellett festeni. Tehát fénymásolat volt, és mindig mit a vasbetont ezért, mondjuk zöldre, a téglát pirosra, ami bontandó a sárgával, és akkor odaadtak, mit tudom én, 40 rajzot, hogy fessen ki, ami piszkosul nem tetszett nekem. És akkor nem is kaptam többet, mert olyan rondán csináltam, hogy... De egy év után azért mondjuk úgy kezdtem úgy belerázódni. Meg kell mondani, hogy kevéssé ismert, de sokat dolgozott abban az időben a Ziegler Endre, meg a Kelemen László. Azoknak a munkáit dolgoztam föl, és akkor... És hát darabbér volt. Tehát mi darabbérre sokat kerestünk. És akkor jött divatba az, hogy ilyen volt, hogyha ki volt húzva egy rajztussal, akkor 1,25-ös szorzót kapott, tehát annyival több. Tehát jóformán mindent kihúztunk tussal, de meg kell mondani, hogy akkor még a mai fiatalság, ha egyáltalában látott ugye azt a régi kihúzót, ami azzal kellett a szállandóval megtölteni még. Mert a tus. Úgyhogy
De lényegileg az ember megtanult tényleg rajzolni. És itt már kaptál önálló feladatot is, ugye oda kiraktam egy képet a kis vasútépületről. Lényegileg az volt a helyzet, ugye, hogy a Dombóvári Gazdasági Vasútnak egy ilyen felvételi épületet én terveztem minden végzettség nélkül. Hát nem, hát középiskolás voltam, tehát én még közelében sem voltam az egyetemnek, és odaadták, hogy tervezzem meg, ugye hát ez mondja a szocializmus kezdő időszak, egyetlen sok munka volt, és akkor mondjuk az volt a helyzet, hogy a normál munkaidő az 9 óra volt, és a szombaton azt hiszem 6 óra volt, amit dolgozni kellett. És aztán voltak ugye ezek a különböző ezek, vállalások, mint szocialista, meg mit tudom én. Kommunista. Meg a békekölcsönjegyzés, ami mondjuk úgy megmaradt bennünk, mert ott háttérben, ahogy ott mondjuk piszkosul félt az ember ott egyesektől, de mondjuk háttérben mindig kialakultak ilyen társaságok, biztosok voltak benne, hogy nem fogják őket besugni, ugye. Akkor terjedt el, ugye, amikor, hogy jegyez békekölcsön a haza javára, a magad hasznára az Isten szerelmére. És akkor innen már egyenes út vezetett az egyetemre? Tehát... Hát tulajdonképpen utána teljesen egyenes nem volt azért, mert én marhafejjel a József Attilán keresztül adtam be az egyetemi jelentkezésemet, és viszont addig osztályfőnököm, amíg jártam, az kedvelt, és szólt, hogy megtalálta az én kérvényemet az igazgatónak a fiókjába. Magyarán mondva elfektette, hogy ez az ember ne menjen az egyetembe, mert ebből sok jó nem születik. És akkor apám minden kapcsolatát összeszedett. A lényeg az, hogy sikerült eljutnom az egyetemre, és ott mondjuk a felvételi már nem volt gond, mert mondjuk 3 évű tervező vállalati gyakorlat mellett, mondjuk a gimnáziumból jövők mellett az ember Jani volt. De most utána az egyetemen ott tulajdonképpen az összes szaktárgyakból mondjuk legrossz esetben jó voltam, de általában jeles, az összes többiben rossz voltam. Mondjuk én együtt jártam, egy tankörben voltam a Finta Jóskával is. A Finta Jóska színjeles volt mindenből, neki kellett, mert szegény fiú volt, és Rákosi ösztöndíja volt, és ott, hogy egyszer, azt hiszem egy évben egyszer lehetett egy jó abban az időben, hogy különben elvonták az ösztöndíjat, tehát ő piszkosul tanult. Abban az időben rivalizáltunk is egymással, és mondjuk egyszer volt neki, azt emlékszem, egy épszerből egy 4-esre, és teljesen oda volt, ugye, mert a Jenő itt elhúzott mellette. De hát mondjuk ezek azért voltak egyszerűek, mert az ember megtanulta már előtte a tervezővállalatnak, tehát így mondjuk könnyű volt. A másik, ami az egyetemnél mondjuk nekem nagy élmény volt, hogy az akkori tanári kar az első osztályú volt mindegyik. És mindegyik furcsa módon, például az épszer tanszéken volt azt hiszem a Messinger, volt az egyik, a másik a Lévai Bandi bácsi. Mindegyik úgy rajzolt a táblán, hogy álomszépen mondjuk a kapcsolt geréptokos ajtótól kezdve mindent. Hát amit mondjuk mondanom se kell, hogy amikor mi jártunk, akkor mondjuk amikor diplomavédés volt, ott volt a palatábla, és aztán az embert 2 órát kínozták a különböző szakma. Itt engem különösen egy ilyen
kábel szerkezetű találtam ki egy uszodára, akkor volt a Melbourne-i olimpiában nagyjából az uszoda, ami nekem nagyon megtetszett. Hát azt mondjuk nehéz volt, amikor a pelikán hogy elkezdett faggatni, hogy az ember azt mondjuk megvédje, hogy ezt hogy lehet megcsinálni egyáltalában. De az egyetemen mondom, még szociál volt, amikor tanultál? Amikor kiindult a szociál, amikor mi első alkotástanszéken megcsináltuk az első tervet, és akkor volt, amikor meglátta, de hát akkor mondjuk nem úgy készült a modell, hogy én számítógéppel megcsináltam, hanem a kis kezemmel kellett összehozni valami modellt a házról, és akkor otthon egy ilyen kicsit ilyen svédes, kétszintes családi ház volt, amit csináltam, és akkor látta apám, megnézte, egy forgatta ide-oda, és akkor annyit mondott, hogy nem is olyan rossz. Most nála ez mondjuk a maximális dicséret volt, ennél többet az ember mondjuk nem kapott. De lényeg az, hogy ő akkor tervezte, akkor volt az egyetemnek a pályázata, akkor csinálta görög-római stílusba az egyetemet, amikor mi a modernbe csináltuk már a házakat bent. Úgyhogy ez mondta is akkor, hogy ez minek terveztetnek modernbe, amikor nem lehet azt csinálni, de lehetett látni, hogy nagyon bánatos volt, hogy nem csinálhatja azt, amit szeretne. Tehát lényegileg mi már modernbe kezdtük a tervezést, és utána, amikor nekem szerencsém volt, mert az egyetem végén a diplomatervünkben, a diploma bizottságban ott volt az öreg Janáki, akkor a mesteriskolának ő volt a vezetője, és a Fintárnak a tervére és az enyémre azt mondta, hogy ezzel a tervvel jelentkezhetünk a mesteriskolára. Na most ez nagy szó volt, mert akkor minimálisan 2 év gyakorlat után lehetett mesteriskolára jelentkezni. De az neked és meg akkor, volt végül is. Hát most is azt nem tudom. Igen. És lényegileg ezért a diplomatervünk a Jóska a lakótervbe. Én ugyan lakótervben voltam, de miután, amikor elvégeztem az egyetemet, a Fekete Ede igazgató, az még mindig a nevünkkel bajba volt, úgyhogy nem véglegesített, hanem hagyta, hogy ilyen 18 órában dolgozzak. Úgyhogy akkor apám körülnézett és javasolt, hogy a Szentrőihez menjek. Nem ismertem én előtte a Szentrőit egyáltalában. Ami érdekes volt, hogy a Fekete Ede az véglegesített volna engem, amikor fölvettek a mesteriskolára. De akkor én már nem maradtam, akkor már mentem a... Igen, mert ugye ezt nem tudom, hogy mindenki tudja, ma nem így van a rendszer, hogy akit a mesteriskolába felvettek, azzal járt egy valamelyik tervezőintézetben egy munkahelyi státusz. Igen. Tehát te egyből az ipartervbe kerültél. Tulajdonképpen, na most nekünk ez hallatlan jó volt, na most tulajdonképpen így aztán mondjuk az alatt, az idő alatt ismertük meg tulajdonképpen szakmailag egymást, mondjuk apánk és mi, mint fiúk, tehát bátyám és én. Mert akkor 5 pályázatot együtt csináltunk. Tehát lényegileg az első megvalósult, mondjuk már egyetem után megvalósult épületem, az Óbudai Kísérleti Lakótelepnek a garszonházát, azt pályázaton nyertük még, úgy, hogy 3-an terveztük még. Ott látható, ugye ez az épület a második. Tehát az volt nekem az első megvalósuló munkám. Na most tulajdonképpen, amikor ugye elvégeztük az egyetemet, ezt az 5 pályázatot megcsináltuk, ugye, és akkor ő már december 21-én meghalt.
Tehát lényegileg mondjuk nagyon rövid volt az a szakasz, amikor mondjuk egymással tudtunk volna, nem beszélve, hogy mondjuk egy egész más életet jelentett volna, hogyha mondjuk háború nélkül az ember beül abba az irodába, ami neki már kialakított, ugye? És így milyen volt vele együtt dolgozni? Hát nézd, a bátyám az nagyon tisztelte, hogy ő mondjuk elfogadott mindent, én viszont olyan ládazadó típus voltam, úgyhogy piszkosul összevesztünk minden pályázaton, de ki is békültünk. Tehát sohasem volt olyan összeveszés, hogy mondjuk két napig nem néztünk egymásra. És mondjuk az összeveszés tárgya az mindig szakmai jellegű volt, ugye, mert a pályázat, amit csináltunk, ugye akkor már bennem volt egy ilyen kis, pláne ugye mondjuk itt 240 fős évfolyamban az ember az elsők között van, akkor mondjuk menthetetlenül kialakul benne egy kis nagyképűség. Úgyhogy hát úgyhogy lényegileg ez történt, és akkor én ugye, mint mester, és korán bekerültem a AIT-be, egy hallatlan jó társaságban, mert a... Ipartervbe. Ugye, mert a Szendrői, mint mesteriskolást, az előző ciklusban ott maradt a Polonyi Karcsi, az Arnót Lajos és a Gulyás Zoli. És négyen voltunk újak, a Földessy Lajos, a Bíró Marci, a Böjte Tamás és én. És volt két első osztályú rajzoló. Na most, és miután Szendrői volt a főmérnök a céghez, mi egy teljesen külön két szobában voltunk. Az iparterben meg kell mondani, piszkosul utált bennünket mindenki, ugye? De észre se vettük, mert az igazság az, hogy annyira a szakmában éltünk, hogy ilyesmik, hogy most tetszik, nem tetszik, és pláne hogy olyan jó volt, hogy mi a teljes ipartervgárdából választhattuk a szaktervezőket. Tehát ennek következtében mi mindig a legjobb statikussal, gépésszel, elektromossal dolgoztunk együtt. A másik, hogy mondjuk mi este is együtt voltunk, és mondjuk jó jártuk a kocsmákat, de szakmáról vitatkoztunk. Én mondjuk, mikor oda kerültem, én a Kefi mellé kerültem, először a Madács házaival volt elmaradásba, és azt csináltam a kiviteli terveit. És ez utána, ugye Gulyás Zoltánt jelenti. Nagyon sok épületet segítettem neki, illetve nagyon sokszor pályáztunk együtt. Tehát valahogy úgy alakult, hogy én mondjuk egy erősen mondjuk konstruktivista építész voltam mindig. A Kefiben volt valami látság, szerintem korunknak, az én koromnak a legjobb építésze volt, nagyon nem tudnak róla ma már, mert sajnos, de az volt a jó, hogy én mondjuk elfogadtam az ő formaérzékét, ő elfogadta az én mondjuk alaprajzformáló készségemet. Ezáltal, mikor együtt pályáztunk, mondjuk 95%-ra mindig megnyertük. Tehát mondjuk így mondjuk született 10 pályázat körülbelül, amit mondjuk így kettesbe csináltunk, vagy maximum hármasba a Földessyvel. De mondom, hogy nagyon jó társaság volt együtt így. Na most utána ez sajnos a mesteriskola után még úgy egy vagy két évig fönnmaradt, aztán fölkerültünk irodára, ahol én mondjuk a Kefivel tovább is megvolt mondjuk a nexusom, mondjuk tulajdonképpen egészen addig, amíg 20 éven a iparterben voltam végig.
és elég sok pályázatot csináltunk, független, hogy milyen beosztásban voltam. Ezt akartam is kérdezni, hogy hogy ilyen nagy munkáid voltak fiatalon, ugye a Maros utcai ház, a Vertesz, ez a mesteriskolás fiatalnak szólt, vagy általában minden fiatalnak nem, ilyen az, nagy munkáid nem, voltak? Nem, az igazság az, hogy én még keveset kaptam a nagy munkák közül, szóval volt, aki szerencsésebb volt, és több. Tehát amikor én mondjuk a IBDI-hoz összeszedtem az anyagot, és bemutattam a Szendrőinek, akkor úgy meg volt úgy nagyjából elvégedő, de azt mondta, hogy nem sok, de azért elmegy. Tehát tulajdonképpen viszonylagosan kevés. Utána pedig pechem volt, mert amihez hozzányúltam, az mind meghalt jóformán. És ráadásul úgy nyúltam hozzá, hogy nem kellett volna, ugye, mert akkor én már izé voltam irodavezető, amit mondjuk arra jó volt, hogy mindig mondták, hogy ha valami nem stimmelt, hogy azért nem megy az iroda, mert a Rimonóci tervez, ugye? De ez végigment utána, én ezt mondjuk megszoktam, mert aztán az IIT-be, pláne mint főmérnök, akkor is mondjuk soha se hagytam abban mondjuk a tervezést. Legfeljebb a családom sínlette sajnos meg, mert ugye ezeket a terveket otthon készítettem, és nem a cégnél. Ez egy általános dolog volt egyébként, hogy ennyi megnyert pályázatból ilyen kevés valósul meg? De az tulajdonképpen én szerintem, én rossz lóra tettem, ugye, mert én az egészségügy, elkezdtük nekem először a Tatabányát, nekem megtetszett önmagában ez a komoly, funkcionális dolog. Sokszor mondták nekem, hogy miért egy irodaházból ugyanennyit ki lehet építészetileg hozni, és negyed annyi munkával, ami igaz, de én mondjuk szerettem odáig vinni, hogy a funkció is tökéletesen működjön, és lehetőleg ház is lehessen belőle. De arra mondjuk nem lettem volna képes, hogy csak a forma kedvéért elhanyagoljam a funkciót. Tehát én mondjuk arra alkalmatlan voltam. És akkor az, hogy fiatalon megkaptad az Ebel-díjat ugye a Nyíregyházi Mezőgazdasági Kutatóért, az alapvetően az addigi portfóliódnak szólt? Ez tulajdonképpen az volt a legutolsó megvalósult munkád, de lényegileg az egész addigi tevékenységnek szólt, hogy kimondatlanul, de végsősorban így volt. Na most a másik az, hogy alapjában véve a Szendrői, az hallatlan logikusan terjesztette föl a építészeket IBDI-ra. Tehát akit az Jenő fölterjesztett, az abban az évben mindig biztos, hogy megkapta. Tehát ő nem terjesztett föl olyat, akit úgy érezte, hogy bizonytalan. Úgyhogy lényegileg mondjuk ez így alakult ki. A másik, ami mondjuk meg kell mondani, hogy mert volt, amikor kérdezték tőlem, hogy egyáltalán a tervezői irodában hogy tudott az ember meglenni. Meg kell mondani, hogy szűk, ha jó csoportban volt, akkor szerintem az sokkal jobb volt, mint a mai. Hát tudnélik, ma úgy érzem, hogy alapjában véve elsősorban kapcsolat kérdése, hogy valaki munkához jusson. És más dolog volt az, hogy kapcsolat nélkül eleve sok munka volt az országban, ami épült, hogy kapcsolat nélkül oda nyomtak neked munkát, függetlenül, hogy mi mondjuk a Gulyással és egy páron, miután pályáztunk, mi ezeket a kórházakat, stb. Pályázaton nyerte meg az meg mi, és utána a vállalati munkává vált. Meg kell mondani, hogy az iparterre piszkosul nem szerették. Mert azt mondták, hogy az iparterre az ipar épületek tervezője, és mi meg úgy voltunk vele ott az a
mesteriskolás csoport nagy része, hogy mi meg nem akartunk ipari épületet csinálni, mondván, hogy abban sok fantázia nincsen, hogy mondjuk 5000 négyzetméter sarnokot összehozzak, ott legfeljebb fárasztó megrajzolni. Úgyhogy tulajdonképpen a pályázás az mondjuk az állami tervezésbe, különösen az első időszakban, az egy tiltott tevékenység volt, hogy a házon belül, mondjuk munkaidő után megengedték, de munkaidőben nem lehetett pályázni. Szerintem itt a sok egészségügyi, bocsánat, pályázat közül azért emeljük ki a sportcsarnok pályázatot, amit Kefivel csináltatok, mert az egy nagyon érdekes történet, ott a végén látható is egy makettkép róla. Az mondjuk egyrészt mondjuk annyit említenék még vissza apámhoz a sportcsarnoknál, hogy ugye a sportcsarnok a pályázata az annak idején az István-mezei út, a Dózsa-György út, illetve a Csücsök végén ott a Tököli úthoz kapcsolódott. Na most a háború előtt ugye apám megtervezte a kis csarnokot, amit azt hiszem most Gerebicsnek hívnak, és az edzőépületet. A kis csarnok megvalósult, az edzőépületet elkezdték építeni a háború előtt, de utána abba szakadt, és a nagy csarnok soha sem valósult, független, hogy megvolt már a teljes kiviteli terve annak idején. Na most ennyi volt az előzmény, és utána sok évvel később, és ez 1966-ban volt a pályázata, ugyanerre a helyre kellett a nagy csarnokot csinálni, ahol annak idején apám csinálta. Tehát a hely is ugyanakkor, és lényegileg bennünk az merült föl, hogy tulajdonképpen egy háromszög alakú területet kellett megcsinálni. És mondjuk megnyertük az első díjat, és utána úgy nézett ki, hogy épül, sőt, gyorsan kellett csinálni, még megjelentek cikkek is a különböző üzékben, hogy épül az új sportcsarnok. Emlékszem akkor az üzékben, azt hiszem a német Károly volt az első titkár, azt hiszem Károlynak hívták, mindegy. Első titkár, és Szepesivel volt valami interjú a tévében, és mondta neki, hogy mondok egy örömhírt, hogy épül az új sportcsarnok, mi tudtuk akkor már, hogy nem épül. Tehát ott, és a legborzalmasabb az volt benne, hogy ki kellett adni a kiviteli tervét. Tehát annak a sportcsarnoknak kész kiviteli terve volt. Amikor leállt, azért állt le, mert mai szemmel mondjuk nevetséges, hogy 40 millió helyett 140-be került volna. Úgyhogy lényegileg tulajdonképpen a sportcsarnoknál mondjuk teljesen sima útja volt végig az egésznek. Nagy feladat volt, megmondom, mert ezt a háromszög alakú héjkupolát, ami ilyen lapos, ez mondjuk megdolgoztatjuk keményen a statikus... Ez a Kollár, ugye? Kollár Lajos csinálta, és emlékszem, akkor még a Ilta Mennyhárt is, ugye ez a nagy ember volt abban az időben. Hát ugye ő csinálta, ez a Amzsabégi út, ő volt a nagy helyszerkezetes, úgyhogy a zsűribe. Ami hallatlan érdekes volt, hogy a Kollárék csináltak egy kiosztást, hogy megcsinálják, ugye, mert egy vasszerkezet volt, egy térbeli vasszerkezet, és Kefinek nem tetszett, és csinált egy másikat. Amit úgy formailag neki tetszett, hogy legyen. És akkor a statikus zsűri a Kefijére mutatott rá, hogy az a jó.
Úgyhogy mondjuk ilyenek is voltak benne. De mondom, egyébként mondom, nagyon sajnáltuk, mert hát ez különösen tudod borzasztó, amikor az ember valamit végigcsinál, és tudja, nem valósul meg. Na most nekem mondjuk ezek a kórházakkal nem egyel, a tatabányaival ott a Fokjené mondta, hogy épül, azt nem lett belőle semmi. Tehát tulajdonképpen mindegyik elvileg élő munkának indult. És mindegyik, legalábbis az egészségügyiek azért nem valósultak meg, mert nem volt rá elég pénz. Tehát mindegyik szántak rá bizonyos forintösszeget, és abból nem lehetett kihozni. Hát emlékszem, volt egy gödöllői gyerek otthon, ilyen fogyatékosoknak arra készítettem egy vázattervet, és akkor elvitték tőlem, és akkor megkapta a AET, akkor én még iparterben voltam, és fölhívott a tervezője, a Rajkányi Lajos, hogy azt mondja, hogy hát, azt mondja, ezt a munkát te tervezted, most miért került ez ide? Mint kiderült, azért, mert azt mondták, hogy a Rimanóczi drágán tervezte. Most, szóval nem az volt a vélemény, hogy valaminek, hogy megvalósuljon, ahhoz pénz kell. Az általában azt hiszem ma is sokszor előfordul, hogy mese nincs, alul kalkulálják, amikor egyáltalában gondolkoznak azon, hogy mi legyen, akkor azt hiszik, hogy az a jó, aki féláron nem megcsinálja, ugye? És az, hogy aztán elfogadtad ugye az AETV-be a felkérés tulajdonképpen abban része volt ennek, hogy az iparterves idők második felében nem épültek meg ezek a munkák? Tulajdonképpen ez egy furcsa dolog volt, mert én mondjuk az iparterve, mint irodavezető, nekem az ég egy ott a világon senkivel semmi bajom nem volt. Lényegileg az iparterv adta később, az az iroda adta a materv, az abból az irodából alakult, amit én vezettem, és hát inkább az volt a helyzet, hogy meg kell mondani, az is kifárasztja az embert, amikor már túl sok tehetséges ember van egy helyen. Tehát ma is hiszem, hogy tulajdonképpen az a jó, hogy valami jó arányba kell lenni a tehetséges, az átlagembernek, meg stb., mert vannak feladatok, ami teljesen fölösleges, hogy egy jó képesség. Az másnapra tartozik, hogy az átlagnak is, szakmainak jónak kell lenni, tehát értenie kell a szakmához, de nehogy Isten nem tud olyan tervet csinálni. Miután a tervek zöme az átlagot igényel, tehát meg kell megfelelő arának lenni, és már az iparterben is az volt, hogy már annyian voltak izék. Hát tulajdonképpen az A-iroda adta az IBDIASoknak a 99%-át, az iparterv IBDIASainak 99%-át. Na most, tehát a Reimholz, a Lázár Tódi, a Patonai Dénes, hogy csak ezt a hármat, mondjuk ezek hárommal még ezében, mint osztályvezetés együtt voltunk. Tehát akkor voltak ők fiatalok, amikor mi már önállók voltunk. Aztán a Dobó Jancsi, szóval sorolni tudom, ez mind áírodás volt, és ez mind akkor kapta meg, vagy azután kapta meg az IBDIAS-t még egy-két évig, amikor már elmentem. Na most utána az, tehát az úgy volt valahogy, nem tudom, abban az időben költöztünk mi át, Budáról meg kicsi volt a lakás, két lányunk már nevekedett, és akkor itt a Nagyenyed utcában itt felújítottuk a lakást. Közben én benne terveztem a
szegedi klinikát, amire furcsa módon a Takács Gyula az igazgató kért meg, hogy csináljam. Mert az egy tender dokumentációt kellett csinálni, a köztivel együtt, azt hiszem a másik oldalt, emlékeim szerint a Marosi Mikit csinálta. Az is épült meg. És volt ez a, ugye lényegileg terveztem ezt, akkor ott volt ez a 240 fős iroda, és ez egy darabokban lévő lakás. És nem tudom, egyszer fölhívott a Posgai Lajos, az akkor a Dalányi volt a főosztályvezető, annak volt a helyettese. A minisztériumban? Szerette. Minisztériumban? Igen. Építésügyi minisztériumban, és akkor, hogy szeretne velem beszélni, és akkor elhívott egy ilyen beszélgetésre, hogy nem vállalnám-e a IET-be a főmérnökű. Ezért, akkor én megijedtem nagyon, ugye, mert IET, a párt, a szovjet hadsereg, meg mit tudom én, minek volt a tervezője. És előbb tiltakoztam neki, azt mondta, nem kell, mindig azt mondja, van két hónapom, hogy gondolkozzak rajta. És akkor elkezdtem utána nézni, hogy egyáltalán milyen munkák vannak, meg hogy áll a helyzet, és akkor lényegileg láttam benne fantáziát, hogy mondjuk itt föl lehetne dobni, pláne nagyon sok volt olyan jellegű munka, mert az, hogy a párt székház, az lényegileg egy irodaház volt. Tehát lényegileg nem volt olyan eltérés, mint egy másiktól. Tehát nagyon sok szép munka volt. És akkor igen, mondtam, és akkor mondjuk az csak egy Lajostól hallottam vissza a Posgaitól, hogy akkor a Dalányinak engem javasolt, és akkor mondta Dalányi, hogy azt mondja, hogy ennél olyan rosszul néz ki, mert ezekben a munkákban mondjuk lefogytam vagy 61 kilóra. Hát henelyemmel együtt, ugye, hát futkároztuk, mint póka falon állandóan. És akkor azt mondja Dalányi, hogy azt mondja, hogy ennél olyan rosszul néz ki, azt mondja, cukorbeteg is, és azt mondja, hogy el fogja tudni végezni ezt a munkát. A Posgai azt mondta válaszul, azt mondja, hogy ha valaki vezet egy 240 fős irodát, tervez egy 1000 ágyas kórházat, és a lakása romokban van, és még nem halt meg, akkor valószínűleg, hogy el tudja majd vezetni az irodát is. Tehát ez valahogy ez így indult, és akkor eleinte jó is volt, mert tényleg úgy fölfutóban volt az egész. Tehát volt munka minden, szép munkák voltak, nagyon sok építész jött az iparterve, és nagyon sok építész. Hát mielőtt mondjuk elmentem nyugdíjba, akkor az iparterv adta a mesteriskola 25%-át. De ez már az IET-be is. IET-be, és amikor oda mentem, akkor össze-vissza két mesteriskolás volt. Na most persze ennek is mondom, megvan. Ez ugyanaz az idő, amikor te is mester lettél a mesteriskolában, hát ugye? Amikor az IET-be kerültél. Mester voltam, de utána kezdtem áthívni. Mondjuk jött át a Varga Levente, a Mónusék jöttek át, stb. Akkor eleve az belőlük alakult át a mester. És akkor mondjuk két vagy három év, két ciklus után mondjuk én mentem a mesteriskolából. Hát egyrészt meg kell mondani, mint mester, sokat nem voltam a izében, mondjuk a szövetségben. Mert én nekem az az érzésem volt, hogy nekem az elsődleges feladatom az volt, hogy egy vállalat főmérnöki és főépítési szerepét csináljuk, mert az IET-ben nem volt külön főépítész. És mondjuk én különösen az első időkben jártam az irodákat. Tehát
Ugye, tehát és akkor ott felépítettél tulajdonképpen egy új iskolát. Bementem a ugye nagy termes irodák voltak, bementem, leültem, beszélgettem, beleszóltam. Ugye, hát velem szembe ülő. És tudja. És ami mondjuk nem volt szokás a állami tervezésben, mondjuk, hogy egy vállalati vezető az sétafikáljon a műtermekbe, hanem az volt a szokás, hogy ült a szobájába, ugye, és csak behívt valakit. A másik, amivel sok bajom volt az IIT-be, hogy amit, ha láttam, hogy a terv jó, akkor mentesítettem a tervtanács alól. Ugye jogom volt hozzá, akkor elkezdték mondani, hogy bezzeg a Rimanóci, az hogy meri megcsinálni, hogy egymaga dönt. Ugye hát jöttek ilyen izék is. Csak ugye ez pont az az időszak volt már, amikor épült le a szocializmussal együtt az IETV-nek is tulajdonképpen a tevékenysége. Nézd, az ez tulajdonképpen az első, ott voltam 10 évig, az első 5 év, az nagyjából egy fölfutó szakasz volt, és utána kezdődött már, hogy kellett munka után menni, meg... Tessék nyugodtan, becsúlyt! Igen. És ennek következtében mondjuk egyre kevesebb munka volt, miután ugye az IIT-nek a fő megbízói a párt, akkor ugye a Kecskeméti házjár volt a fő megbízója, az lassan kiestek, mondjuk, hát eleve egyre kevesebb lakás épült, a párt is saját magától megmondta már a pénzt, a katonaságnak nem épült, még utoljára megépült a most már romokba heverő pestújhelyi kórház, amit a Leventéjék csináltak a Tomai Tamással, ami most szerintem egy csodálatosan szép épület volt, ami sikerült most már romázzá tenni. Azt hiszem van ott még egy Fischer épület is való átérben. Vagy nem Fischer, lehet, nem tudom. Mindegy. Szóval lényegileg kezdett úgy visszamenni, meg az igazgató is már egyre nehezebb volt vele kijönni, egyre többet piált a igazgatónk. Úgyhogy lényegileg akkor éreztem úgy, hogy amikor elértem az 55 évet, akkor beadtam a izét, akkor lehetett, ugye 55 évet elmenni, én beadtam a nyugdíjkérelmemet. Nem érezted úgy, hogy ebben a születő magánirodai rendszerben valahogy részt kellene vállalni? Hát nézd, tulajdonképpen amikor én bemondtam, akkor én teljesen sötét lyukba futottam. Tehát én nekem még elképzelésem se volt, hogy valahol én dolgozni fogok. És véletlenül jött össze, hogy éppen egy pályázatot csináltam, és a Levente szólt, a Varga Levente, hogy nincs-e kedvem az Atlantba dolgozni. És akkor így kezdődött még egy munkakapcsolat? És mondjuk az Atlantba 10 évig, mondjuk én arra büszke vagyok, hogy 20 évi vezetés után mondjuk a 150-es rajztáblámon ceruzával ugyanúgy végigrajzoltam a nyíregyházi szülészet, meg egyéb épületet, úgyhogy. Amikor egy volt, mondjuk, mikor Levente mondta, hogy engem oda hív, akkor a Csikós azt mondja, hogy Jézus Mária azt mondja, hogy a Jenő úgy dolgozik, mint a nyavaja, mert együtt pályáztunk a Csikóssal. Tehát mondjuk sohasem hagytam abba a szakmát, amit ne... Hát tulajdonképpen 10 év után többé-kevésbé abba hagytam. Akkor a Leventéjéknél már kevés munka volt, és akkor nem... Akkor utána kezdtem el foglalkozni azzal, hogy megtanuljam a számítógépet, akkor 70 éves voltam, aztán... És akkor lettél Wikipédia szerkesztő? Nem, akkor előbb a 70 éves koromban, akkor
szomszédunkban, közelünkben lakott a Rajkány Lajos, aki ilyen számítógépes gurú volt, egy nap megjelenik nálam, és odaadja az áriket, hát azt mondja, itt van, az, hogy a tanult meg, és fölmondta, ugye egy olyan kalóz programot. Aztán megpróbáltam csinálni azt. Mondott néhány szót, utána ott hagyott engem, mert a Jenő azt csinálta, hogy láttam, hogy ott benne van a programok között, benne fel tudom húzni a használati utasítást. Szépen elkezdtem. 1000 oldalát, jó, hogy két oldalasra volt állítva a papír mennyiség, 1000 oldal nyomtattam ki. Amivel tulajdonképpen meg kell mondani, hogy abból az ég egy adta világon nem tanultam meg a számítógépes programból semmit az 1000 oldalból. Tudnélék olyan szokásos módon, mint minden ilyen nézében, hogy elkezdtem valamit nézni, hogy ezt hogy kell csinálni. Erre hivatkozással átment a követ, hogy olvassam el a következőt, utána még a következőt. De most amellett nekem van egy borzalmas rossz szokásom, hogy azt még a Leventék is mondták, hogy egyáltalán tudom én az ő nevüket. Én nevet nem tudok megjegyezni. Tehát én mondjuk, ha ránéztem egy tervre, én ezt majdnem le tudtam rajzolni utána két hét múlva, függetlenül nem az enyém volt. De nem tudtam a pofának a nevét. Tehát mondjuk ez mondjuk bennem rögződő dolog, de hogy folytassam a dolgot, ezután, mikor ezt úgy, ahogy megtanultam, akkor így szórakozásból eljutottam olyan szintig, hogy mondjuk egy laikust át tudtam volna verni a bemutatott tervvel, de tovább nem jutottam, mert ez alkalmatlan lett volna, hogy anyagkivonatot csináljak belőle, amit összeszedett. Tehát akkor abba hagytam az egészet. Hát nem beszélve, hogy miután kalóz program volt, nem lehetett frissíteni. De akkor elkezdted csinálni, hogy a magyar építészeknek csináltál Wikipédia oldalakat, úgy tudom, 50 körülinek. Volt az, hogy elkezdtem úgy olvasni az internetet. Amit úgy kezdtem, hogy előbb az ember a családjával kezd, beírtam apám nevét, és találtam róla azt hiszem egy oldalt a Wikipédián, vagy még annyit se. Akkor másikat néztem, ha volt, amit a Gerlócit, meg mit, így beírtam a neveket. A Gerlóci össze-vissza ízét lehetett megtudni, hogy megmentette a csontvári képeket. Ez más nem lehetett tudni róla. És akkor úgy begorombult, és ugyanakkor láttam, hogy nagyon sok fiatal rajta van. Építés. Nem akarok most nevet mondani, egy nagyon jó nevű építésznek, egy jó nevű fia, a jó nevű fiú rajta volt, de az apja nem. Tehát önmagában ez indított el arra, hogy elkezdtem foglalkozni azzal, hogy a háború előtti nevesebb építészeket értelemszerűen a családommal kezdtem, mert az volt a legegyszerűbb, mert ott volt az adatok, hát millió adat kell hozzá. És utána mondjuk azt hiszem 60-at raktam fel összesen, tehát annyit sikerült összehoznom. Ebbe aztán egy pár izés bele csúszott mondjuk a nővére, mint jelmeztervező. Azt hiszem mai napig első, de nem, azt hiszem most már ráraktak mást is. Tehát arra jó volt, hogy beindult valami, tehát valahogy a Wikipédiának a egész vezetőségéből, vagy aki ezzel foglalkozik az öme, hát eleve fiatalok csinálják. Amellett ezeknek a fiataloknak a nagy része olyan, akit a sport meg ilyesmi érdekel, tehát ennek következtében tele van a Wikipédia ilyen cikkekkel, és ugyanakkor hiányzik belőle a más, ez legalábbis a mi szakmánk nagyon hiányzott belőle.
Na most utána mondom, ebben mondjuk 60-at fölraktam, ami borzalmas, amiért abba hagytam, az tulajdonképpen az, hogy a Wikipédiában van egy ilyen szerkesztő társaság a háttérben, aki állandóan nézi a szerzői jogi, meg egyéb dolgokat, meg nyelvtani, meg egyebeket. Na most egyrészt én meg úgy voltam, hogy egyrészt sose voltam jeles nyelvtanból, a másik pedig a megőrültem a szerzői jogi utánjárástól. A képek miatt? De sok esetben, mit tudom én, nagyon sok olyan képet raktam föl, amit engedélyeztem, mert furcsa módon, ugye jogvédett egy fotó. Na most, ha láttad a fotóst, én nem is ismertem, de megkértem őt szabályosan, hivatalosan, úgy, ahogy a Wikipédia volt, egyetlen olyan fotós nem volt, aki azt mondta, hogy nem engedi. De ez a millió utánjárás szükséges az, hogy fönnmaradjon. Na most utána egy ideig azt csináltam, amit lehetett, azt lefényképeztem. A másik, amit sikerült elérni, hogy miután akkoriban legalábbis, amikor csináltam, a térés formának nem jogutód nélkül szűnt meg a háború után. Ezért a térés formának bizonyos mennyiségű évjáratai ki tudtam szkennelni. Tudnék, ott volt a legnagyobb baj a háború előtti építészetnek, hogy a legtöbbjének, különösen azok, akik villát, nem lehetett, nem most, hanem 10 évvel ezelőtt se lehetett lefényképezni, mert vagy lebontották, vagy átalakították, tehát semmi köze sem volt a tervezőjéhez. Így viszont sikerült mondjuk elég sokat mondjuk ezen szkenneléssel mondjuk fölrakni. Szerintem ez fantasztikus. Én azt gondolom, hogy mivel nagyjából a vége felé közeledünk az időnknek, én azt bátran megkérdezném itt a közönséget, hogy szeretnének-e Jenő bácsitól kérdezni, vagy Jenő bácsi szeretne valami olyan témát esetleg felvetni, ami kimaradt a beszélgetésből. Hát én különösebbet mondjuk, nem, ha elkezdek beszélni, akkor itt mindenki az akar menni. Én ezt egy fantasztikus értéknek tartom, ezt a wikipédiás dokumentációt. Mi itt a dokumentációs központban szintén ugye arra törekszünk ennek az építészeti korszaknak a közgyűjteményeként, hogy minél inkább dokumentáljuk, amennyire lehetséges ezt a korszakot, és akik esetleg nem voltak itt a korábbi beszélgetéseken, a YouTube-ra fel szoktak kerülni ezek a beszélgetések az építészekkel. Lajosék készítenek nagyon jó színvonalú, nagyon jó filmeket ebből. És akkor viszont elnézést, de megragadom az alkalmat egy kis reklámra is. Úgy tervezzük, hogy 2 hónap múlva Cöfő tanár úr, vagyis Kalmeyer Ferenc lesz a vendégünk. Úgyhogy arra is sok szeretettel várunk mindenkit. És akkor, hogyha kérdések így nincsenek itt a nagy nyilvánosság előtt, akkor én megköszönöm szépen Rimanóczi Jenőnek, hogy eljött hozzánk, és szerintem itt a beszélgetés után egy kevés kis pogácsával is készültünk. Nyugodtan lehet, ameddig még Jenő bácsi úgy érzi, hogy nem nagyon fáradt, akkor szerintem nyugodtan lehet kérdezni. És ott egy kivetítőn megy egy rövid film, ahol az egész Rimanóczi dinasztiának az épületei szerepelnek. És akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, egy kis ajándékkal hadd kedveskedjünk. Nagyon köszönjük.